Az elmúlt években meg annyi nemzetközileg is sikeres beruházást hajtott végre a kormányzat, amelyek nem csak külföldön emelték hazánk fényét, de a fővárosi polgárok számára is kultúrált környezetet, új sportolási, szórakozási, valamint pihenési lehetőségeket teremtettek. A közös mindegyikben, hogy az ellenzék minden eszközzel igyekezett megakadályozni a megvalósításukat. Most egy újabb beruházás van soron, aminek előkészületei zajlanak a Rákos rendező területén. Csak pár azokból az elmúlt évek nagy beruházásaiból, amelyek nem csak a művészeteknek, a tudománynak vagy sportnak adnak otthont, de az emberek számára is új lehetőségeket nyitnak egy érezhetően jobb életszínvonalat jelentő városi élet felé. Olyan közparkok jöttek létre az addig elhanyagolt vagy leromlott állapotú egykori ipari övezetek helyén, amelyek élhetőbb környezetet jelentenek a városlakók számára. Az 56-osok tere, a valamikori felvonulási tér a rendszerváltást követően évtizedekig igazi funkció nélkül maradt, az utolsó évtizedében pedig parkolóként működött a zöld területek arányát a legjobb szándék szerint sem növelve. A Néprajzi Múzeum díjnyertes pályázata később elnyerte a világ legjobb középülete címet, a 2022-es International Property Awards negyedszázados történetében először magyar tervezésű épületként. A Liget másik ékessége, a Magyar Zeneháza 2022. január 22-én a Magyar Kultúra napján került átadásra, melynek helyén 2021 előtt még a következő látvány fogadott mindenkit. A Szó Fujimoto által tervezett épület számos díj között elnyerte Európa legjobb középülete díját is. De nem volt könnyű dolog ezeket a beruházásokat megvalósítani, hiszen az ellenzék, ahol tudta, megtámadta a készülő terveket. És hogy mindennek legyen támogatása is, a magukat ligetvédőknek nevezett emberek kiköltöztek sátrakba, a romos épületek közelébe és természetvédelemre hivatkozva próbálták megakadályozni az előkészületek megkezdését. Tevékenységük áldozata lett egy 100 éves, 30 méter magas platán, amelyet felgyújtottak és végül ki kellett vágni a felbecsülhetetlen értékű, kiszáradt és balesetveszélyessé vált fát. Az atlétikai stadion elindulását is nagy vihar övezte. Az időközben megváltozott ferencvárosi vezetés Baranyi Krisztina a fővárossal karöltve próbálta megvétózni az atlétikai központ megépítését. Hosszas egyeztetések és óriási energiaárán sikerült csak elérni, hogy mégis elnyerjék a támogatásukat. Utólag megpróbálták saját eredményként felmutatni az állami beruházást, most pedig egy új fejlesztés ellen gyűjtik az aláírásokat. A világ egyik legnagyobb ingatlanfejlesztője, ugyanis a század legnagyobb beruházását tervezi végrehajtani Budapest szívében, egy elhanyagolt ipari területen. Az Andrássy út meghosszabbításával egy új milleniumi városközpont jönne létre Rákos rendezőn. Az egykori teherpályaudvar 1,3 millió négyzetméteres területén, amely ma illegális hulladéklerakóként funkcionál. A sikeres fejlesztések sorában sajnos a Vidámpark helyén félig felépített biodóm nem tartozik bele, hiszen az időközben ellenzéki kézbe került főváros nem fejezte be a beruházást, mondván, hogy nincs rá pénze, és most pedig a kormányra mutogat, miközben a kormányzati kézbe került beruházások sorra hozzák a sikereket az országnak. Egy emlékezetes nyilatkozat Baranyi Krisztinától, a Ferencváros polgármesterétől. Egy atlétikai stadion építését minden eszközzel akadályozni fogom, és ahhoz nem adom a beleegyezésemet, mert az egy olyan beruházás, ami egyébként Ferencváros legértékesebb telkét veszi el, fővárosi szinten is az egyik legértékesebb telket, amire egyébként nincsen szükség. Később az atlétikai világbajnokság ideje alatt ő és Karácsony Gergely főpolgármester közös fotót készített elégedetten Sebastian Kóval, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnökével a férfi 100 méteres síkfutás előfutamai után. Lehet, hogy a Rákos rendező fejlesztés megvalósulása után is így fognak mosolyogni?